Nem született megegyezés a minimálbérről az év, illetve az előző év utolsó napjaiban. Ugye december 30-án ült össze a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. Itt nem tudtak megegyezni a munkaadók és a munkavállalók. Ebben talán nincs is olyan nagy meglepetés, szokott ez így lenni. Ilyenkor jön a kormány, egy rendeletben szabályozza, hogy ennyi és ennyi lesz a minimálbér. Most nem ez történt, illetve a minimálbér emelés. A kormány azt mondta, hogy egyezzenek meg a munkaadók és a munkavállalók. Mindjárt erről beszélgetünk Kordás Lászlóval, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével, ugyanis ilyenkor nem csak az történik, hogy nem emelkedik a minimálbér, hanem ez nagyon sok mindenre kihatással van. Megkérdezzük, hogy milyennek a következménye is. Itt mellettem már látnak néhány adatot, a minimálbérek alakulását, tehát jó messzire visszamentünk, majdnem 30 évben. Itt a végén van a legutolsó, amit én az előbb említettem, ha emlékeznek rá, 2019. december 30-án ugyanígy nem tudtak megállapodni a munkaadók és a munkavállalók a minimálbér emelésében, akkor a kormány rendeletet adott ki, 8%-kal emelkedett tavaly a minimálbér, 161 ezer forintra nőtt, és 210.600 forintra a garantált bérminimum. És van még egy ábránk, ez egészen mást mutat majd, és tulajdonképpen ez is témán Kordás Lászlóval, a munkanélküliségi rátát az Unióban, hogy az uniós országokat rangsorolja, mi itt vagyunk, a 8. Ez nem olyan rossz adat, sőt egészen előkelőnek mondható, de miért is mutattuk ezt? Azért, mert azt mondják a szakszervezetek, hogy ez nem egészen így van. Kordás László azt mondta egy interjújában, hogy a kormány trükközik az adatokkal, nem ilyen rózsás a helyzet. Na de már is jövök Kordás Lászlóhoz, és megkérdezem, hogy miért gondolja ezt. Illetve még nem ezt kérdezem meg, hanem visszaugranék az első témánkra, hogy a december 30-án volt ez a bizonyos találkozó. Jó reggelt kívánok! Nincs megegyezés, nincsenek túl közel az álláspontok, 2% hibázik, de azért alakultak, mind a két oldal engedett. Önök 5%-ot, vagy 5%-ra engedték le a követelésüket, a munkaadók pedig 3%-ot tudnak adni. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor annak kellett volna történnie, hogy jön a kormány, és ahogy ön mondta, akkor megállapít egy minimálbért, ezt december 31-ig kihirdeti kormányrendeletben, és onnantól az jogerőssé válik, és minden vállalkozó e szerint készül majd a februári bérfizetésre. Ezzel szemben most az történt, hogy 2-3 hét időt kért a kormány ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és további tárgyalásokra buzdította a feleket. Arra kért 2-3 hét időt, hogy a kormány magának kért időt, vagy önöknek kért időt, hogy egyezzenek meg? Ez egy jó kérdés. Látszólag arra kért időt, hogy mi egyezzünk meg. Egyébként szerintem magának kért időt, hogy később tudja megállapítani ezt a minimálbért. Így miért? Gyakorlatilag mi ennek az oka most? Több problémát keletkeztetett egyébként ezzel a döntéssel, mint amennyit megoldott. Tehát ezért gondolom én azt, hogy igazából aki ezt javasolta a miniszternek, Palkovics miniszter úrnak, az jól bekergette őt a málnásba, mert gyakorlatilag sokkal több probléma keletkezett, mint ahogy a felvezetésben is látszott. Sor szociális juttatás így később fog majd emelkedni egy részről, tehát például a munkanélküli ellátást a minimálbérhez kötötték, egy sor más ilyen ellátás is van még, amit a minimálbérhez kötnek, ezek nem fognak emelkedni. De ezzel illetve... miért Palkovics miniszter úr ment a málnásba? Azt mondhatja a kormány, hogy hát nem állapodtak meg önök, nem tudtak megállapodni, nem mondhatja ezt? Azért, mert hogy 6-8 fordulóban tárgyaltunk a munkáltatókkal, és a kormánynak egyetlen egy javaslata nem volt ebben a 6-8 fordulóban arra vonatkozóan, amivel segítette volna a megállapodás létrejöttét. 2%-ról beszéltünk, mint ahogy ön is említette. Mit jelent ez számokban? A munkáltatók azt mondják, hogy onnan indultak, hogy egyébként mínuszból kellene indulni, csökkenteni kellene. A minimálbért nyilván ez nem lehetséges, ezért a nullát mondták, de eljutottak odáig, hogy 5000 forintot ajánlottak minimálbér emelés címszóval. Ez lenne a 3%? Ez lenne a 3%, 3,1%, pontosan a kormány 0 forintot mondott mindvégig a tárgyalásoknál, tehát ő nem mondott soha, nem tett hozzá semmit a megállapodáshoz. A munkavállaló 0 forintot mond a kormány, hogy a kormány nem emeli a minimálbért, max el tud engedni, nem tudom, szó. Azt mondta végig a kormány, hogy a felek állapodjanak meg, miközben tehát munkáltatók és a szakszervezetek állapodjanak meg, miközben ő a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, tehát nem maradhat kívül ezen a megállapodáson. Ráadásul ennek a növekedett minimálbérnek az adóbevételeiből is ő részesedik. Ilyen értelemben három oldalú megállapodásról beszélünk. Én azt gondolom, hogy mind a három félnek hozzá kell járulni ahhoz, hogy egy megállapodás megszülessen. A kormány ezt nem segítette, legfeljebb moderátori szerepet töltött be ezeken a tárgyalásokon, és nem tett hozzá semmit. Volt az előző években bármikor, amikor hozzátett valamit a kormány?
Volt. Például szociális hozzájárulási adó csökkentett folyamatosan. Most is kérték évben. Ezt, 2%-ot kértek a munkáltatók. Kaptak erre bármiféle ígéretet, vagy volt erről semmi? December 28-án odajött az asztalhoz a kormány, és azt mondta, hogy sem munkavállalóknak a személyjövedelem adó csökkentésre vonatkozó ígéretét, vagy igényét, sem pedig a munkáltatóknak a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó igényét nem tudja vállalni. Én azt gondolom, hogy ez miért... felháborító, hogy egészen december 28-áig várt ezzel a bejelentésével a kormány. Miért nem tette ezt meg előtte? 6-8 fordulóval ott ül az asztalán, és semmit nem szól. Egészen más lett volna akkor a partnereknek is, tehát a munkáltatóknak is, és a munkavállalóknak is az álláspontja, hogyha ezt már jó előre tudjuk, hogy ne számítsunk ilyen csökkentésekre. Viszont az elmúlt időszakban december 28-a óta nagyon sok egyeztetésen vagyunk már túl. Szakszereti szövetségek, szakszereti ágazati szervezetekkel egyeztettünk arról, hogy mi legyen akkor most ebben az új helyzetben. És arra jutottunk, hogy a kormány például azzal hozzájárulhatna a megállapodás létrejöttéhez, hogyha azt mondja, hogy adókedvezményt nyújt a minimálbéren foglalkoztatottaknak, vagy akár minden magyar munkavállalónak 3050 forint adókedvezményt nyújt, és már is közelebb kerültünk a megállapodáshoz. Ha de erre még csak ígéret sem hangzott nem. el. Tehát ez egy új javaslatunk lesz a következő tárgyaláson. Nagyon remélem, hogy ezen a héten el fog indulni egy újabb tárgyalási kör, és akkor sikerül ezt az álláspontunkat közölni. Tehát gyakorlatilag, hogyha számokra elfordítva nézzük ezt a helyzetet, akkor ha minimálbérről beszélünk, és nem több minimálbérről, 5000 forintot adnak a munkáltatók, ha 3050 forintot hozzátesznek a kormány oldali résztvevők, akkor gyakorlatilag létrejöhet egy olyan megállapodás, ami mindenkinek megfelelő lehet, jó lehet a munkáltatóknak, a kormánynak és a munkavállalóknak. Az az 5%? Az 5%. Én gyorsan számoltam, akkor az az 5%. Arra van a ötlete, hogy miért nem adta most ki idénrendeletben a kormány, hogy ennyi és ennyi lesz, önök nem tudtak megállapodni? Igen, van egy ötletem, és ezt én nyilvánosságra is hoztam. Én úgy gondolom, hogy összejátszik a munkáltatói oldal és a kormány oldal a munkavállalókkal szemben. Nem először fordul ez elő. Tehát nagyon sokszor történt már olyan döntés, amikor a munkáltatóknak kedvezett a kormány, munkatörvénykönyvében, korkedvezményes nyugdíjban, nagyon sok mindenben történt már ilyen döntés, most is ennek vagyunk a tanúi, hiszen így ilyen értelemben a munkáltatóknak január 1-től nem kell emelni a minimálbért, az államnak nem kell a szociális kiadásokban emelt összegben gondolkodni, hanem a régi összegben kell gondolkodni, mint hogy ez meg is jelent egyébként a közlönyben. Tehát gyakorlatilag senki, mindenki itt oldal jól jár, viszont a munkavállalók... Tehát, hogyha emelkedik a végén akármennyivel is, februárban fizetik az első bért, elvileg ki kell fizetni az emelt bért. Igen, de nem visszamenőlegesen. Visszamenőleges jogalkotást az Európai Unió tiltja. Ebből következően, ha mi január 15-én megállapodunk, akkor a január 16-án nem vonatkozik az emelés? Így van, így a bérszámfejtők sajnos rossz helyzetbe kerülnek, mert ugyanazban a hónapban kétféle bért kell majd bérszámfejtenünk. Egyet első hónap első felére, amikor a 2020-as minimálbért szerint kell bérszámfejtenünk, és majd a hónap második felére pedig az emelt minimálbérrel kell bérszámfejtenünk. Én azt gondolom, hogy ezért mondtam azt, hogy nagyon sok minden problémát keletkeztetett ezzel a kormány, azzal szemben, mint hogy megoldott volna egyet, azt pedig minimálbérre megkérdés. Sok minden ettől függ. Van még egy másik témánk is, hát a héten akkor várjuk a fejleményeket, hogy mi lesz a tárgyalásokon. Munkanélküliségi adatok, ugye ezt mutattuk meg másodikként a második ábránkon, az uniós országokkal összevetve. Ön azt mondta az év végén, hogy ez nem így van, nem a valóságot tükrözik a munkanélküliségi statisztikák. Mi lehet akkor itt a valóság, hova lőné be? Nézze, a mai magyar munkaügyi statisztikák szólnak arról, hogy hányan külföldön dolgoznak, azokat is foglalkoztatott körbe teszi a KSH, és a közmunkásokról is szól, ami egy ilyen rendkívüli foglalkoztatási forma, ami igazából Európában máshol nincs. Tehát ilyen értelemben, hogyha őket is levesszük ebből a statisztikából, akkor már látszik az, hogy Magyarországon milyen is a munkaerőpiac helyzete. Ettől elvonatkoztatva én azt gondolom, hogy egyszer végre tisztán kéne látni a munkaerőpiaci helyzetet és a bérhelyzetet is. Ugyanaz a KSH, aki azt ígérte nekünk még 2020 elején,
hogy a navatatokból, tehát a bevallott tényleges adóbevallásokból fog majd átlagbért, mediánbért közölni, ahhoz képest mediánbért mai napig nem közöl, pedig egy év eltelt, ahhoz képest az átlagbérek még mindig 400.000 forintos átlagbérekkel lehet számolni Magyarországon, miközben tudjuk, hogy közel nincs 400.000 forintos az átlagbér Magyarországon, ehhez képest a foglalkoztatási adatok is hasonló torzításon mennek keresztül, mire az közlésre kerül. Tehát én azt gondolom, hogy első lépcsőben a legfontosabb feladat most az, hogy tiszta képet látsunk a munkaerőpiacról, és ehhez pedig a módszertant kell változtatni a KSH által gyűjtött adatoknak. Ha úgy változtatják a módszertant, hogy kiveszik belőle a közmunkásokat, amit ön említett, illetve a külföldön dolgozókat, akkor azt meg tudja mondani, hogy nagyjából ez a 4,9% hol lenne körülbelül? Én azt gondolom, hogy nagyjából a középmezőnyben lennénk. Akkor lennénk középmezőnyben. Akkor lennénk igazából a középmezőnyben, és igazából akkor a munkanélküliségi ráta is egészen más lenne. De még nagyobb a probléma egyébként, hogyha mélyre nézünk ezeknek az adatoknak. Decemberben a KSH azt mérte, illetve a munkai statisztikában azt szerepel, hogy 290.000 munkanélküli álláskereső van Magyarországon. Ennek a fele semmilyen ellátást nem kap az államtól. Tehát gyakorlatilag nem számít az állam támogatására, ez 140.000 ember. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon magas, és ez igazából a vírus, tehát az éveléhez képest, tehát a vírus beköszöntével ez csak nőtt, és most megint újra 300.000 környékén van az álláskeresők száma. Regisztrált álláskeresők száma. Nem regisztráltak. És ebben még nincsenek benne, így van a külföldi foglalkoztatottak, tehát azok, akik Magyarországon nem is regisztrálnak, hiszen nem várhatnak semmilyen ellátást a kormánytól. Köszönöm szépen, Edith. Köszönöm az érdeklődést.